A magyar Continental Singers Tini csoportja a Contini adott koncertet július 22-én városunkban. Az együttes a Köves Engem című turnéja 7. állomásaként érkezett városunkba. A programon az érdeklődők a modern keresztény gospel zenét játszó együttes izgalmas és újszerű zenei programjából kaphattak ízelítőt a Szent József Katolikus templomban. A kiskörösi közönség egy olyan magas színvonalú és élő produkcióval találkozhatott, amely a fiatalok nyelvén, hang, kép és színvilágán keresztül rámutat a keresztény életformára és választ kínál a mindennapok kihívásainak területén. A Contini idei koncert körútjának 9 állomása van. Városunkba, Miskolc, Hatvan, Nógrád, Marcellháza, Somogyvámos és Kistelek után érkeztek. Az idei országos Contini turné is Miskolcon a próbatáborral kezdődött. Tizenévesekből áll a csapatunk, vegyesen fiúk és lányok, és 16-17 év körülbelül most az átlagkorhatár. Többen vannak olyanok, akik már nem először lépnek fel az együttesben, és ezért talán azt lehet mondani, hogy egy kicsit összeszokottabb a csapat. Hát, ha van olyan néző, aki még nem hallotta, mert ugye már sokszor elhangzott, az, hogy működik ez a Continental Singers és a Contini. Kezdődik azzal, hogy jelentkezni kell, aztán egy táborban részt venni. Így van, jelentkezik, egy táborban részt vesz, egy próbatáborban, ahol már félig-meddig felkészült állapotba érkezik. A szólamokat hamarabb megkapja, és tudja, hogy milyen szólamot kell neki betanulnia. És a próbatáborban gyakorlatilag igazából maga az együttes, mint kórus próbál össze, és próbálják egymás mellett ugyanúgy kiénekelni azokat a szólamokat, amiket maguk otthon megtanultak. Mellette a próbatáborban tanulnak még koreográfiát, azt is megkapják előre, és ott meg már igazából csak összeszokják, úgymond
összegyakorolják az éneket a koreográfiával. Amikor megtörténik a jelentkezés, akkor van valamiféle válogatás, vagy mindenki bekerülhet? Van egyfajta válogatás, nyilván zenei válogatásról lesz szó, de igazából nagy különbséget nem fogunk tenni, illetve nem tesz az iroda senki között. Tehát, hogyha van egy kis zenei affinitása, valószínű, hogy be fog kerülni az együttesbe. Ugye a Continental Singersnek és a Contininek is az a jellegzetessége, hogy ahogy említette is, hogy nem csak énekekkel dicsőítik az urat és tánccal, hanem fénytechnikával és minden egyéb olyan dologgal, ami felkelti a nézők érdeklődését. Így van, így van. A technikusaink azon dolgoznak, hogy a lehető legjobb színvonalon tudják ezt az előadást úgy elétárni az emberek számára, hogy érzéseket is, lelkileg érzéseket is tudjanak kiváltani az emberekben. Nem csak a dalok, hanem maga a fénytechnika is. A dalok és szövegek a keresztény könnyű zenére jellemző módon közérthetők. A dalokat úgy választják, hogy a fiatalok számára érdekes és fontos témákat érinthessenek úgy, mint a barátság, a kapcsolatok, az engedelmesség vagy a felelősség kérdése. A programban a fiatalok látványos fénytechnikával és igényes gospel dalokkal nyűgözték le a kiskörösi közönséget. Vannak benne régebbi dalok, vannak benne újabb dalok. Hoztunk most a közönség számára egy pantomim előadást is, úgyhogy egy kicsit megpróbáltuk kibővíteni a palettát. A fiatalok akkor sem hagyják abba az éneklést, amikor már életkoruk miatt kinőttek a Continiből. Úgy szokott lenni, hogy a fiatalok nagyon jó érzéssel szoktak hazatérni egy-egy ilyen turnéról, és amikor már betöltik azt a kort, hogy a felnőttben lehet nekik énekelni, tovább szoktak járni, tehát jelentkeznek újra és újra, és ezáltal szokott nem egyszer, nem kétszer előfordulni az, hogy az ifjakból kerülnek be a felnőtt Continentálba is. A fiatalok a koncert után kiskörösi családoknál töltötték az éjszakát, majd másnap útnak indultak a turné következő állomására, Gyulára. Abban a városban pihen le az együttes, amelyik városban a koncertet ad. Van olyan, amikor kedves családok fogadnak be bennünket, és családonként 2-3-4 fő az, aki tulajdonképpen egy családnál szállást kap. Van olyan, amikor közös szállást kapunk, és gyakorlatilag együtt van a csapat.